Sosem lesz olyan a gazdaság, mint a világjárvány előtt, ezt mondta a Híradónknak az egyik gazdasági szakportál vezető elemzője. Néhány ágazatban, mint például a turizmus, a vendéglátás vagy más szolgáltatások, tartósan új helyzetre kell berendezkedni. A szakértő szerint a korlátozások enyhébb formában ugyan, de akár még évekig meghatározhatják a gazdaság teljesítő képességét. Bezárt üzletek és kihalt kávézók a pesti belvárosban. Több mint egy hónapja tart a karantén. A hazai gazdaság ez idő alatt gyakorlatilag leállt. A kormány mérlegelve a gazdasági következmények súlyát, az ország újraindítására készül, de a kilábalási tervek részleteiről egyelőre keveset árult el a miniszterelnök. Megkezdődik a védekezés második szakasza, ahol nem győzöm hangsúlyozni, hogy fokozatosan, és szigorú menetrend mellett, de újraindíthatjuk az életet Magyarországon. Az is elképzelhető, hogy bizonyos ágazatok teljesen eltűnnek, vagy szinte a felismerhetetlenségig átalakulnak. Az egyik gazdasági portál vezető elemzője úgy látja, a koronavírus járvány alapjaiban változtatja meg a gazdasági életet. A következő időszakot a fellendülés és visszafogás váltakozása egyfajta hullámzás jellemezheti. Amíg a kereskedelem egyre inkább online felületen zajlik, a mezőgazdaság, az autóipar vagy éppen a feldolgozóipar pedig kevés átszervezéssel, enyhébb korlátozások mellett is talpra tud állni, addig más ágazatokban ez szinte kizárt. Az elemző szerint nehéz lesz kilábalásról beszélni a turizmus és a vendéglátás, a kulturális élet vagy a sport területén. De a szolgáltató szektor üzletei, mint például a fodrászok, a masszőrök, a jógaoktatók vagy a kozmetikusok is tartósan nehéz helyzetben lesznek. Az egyik lehetőség az, hogy azokban a hullámokban, amikor visszaesnek a korlátozások, akkor ezek újra el tudnak indulni, de hogyha azt feltételezzük, hogy időről időre ilyen korlátozásokat újra és újra életbe kell léptetni a járvány megfékezése érdekében, akkor fel kell készülniük arra, hogy bizony, olyan módon, ahogy a válság előtt nem fognak tudni működni. A GKI gazdaságkutató előrejelzései két éves periódusra becsülik a gazdasági kilábalás időszakát. Ma már nagyon valószínűleg látszik, hogy az idei GDP az bizonyosan csökken. A mi előrejelzésünk szerint a 7%-kal fog csökkenni a GDP, és abban az esetben, hogyha a magyar kormányzat tényleg beveti az összes fegyverét arra, hogy minél gyorsabban visszajöjjenek a munkába az emberek, akkor van esély arra, hogy a jövő évben ezt az idei mínuszhetet, az körülbelül kiegyensúlyozzuk. Az elemzők egybehangzóan gyakoribb tesztelést, a digitális technológia biztosítását és a veszélyeztetett csoportok hatékony védelmét várják az államtól. Szerintük ezek a gazdaság újraindulásának első és elengedhetetlen feltételei.